Hi, I'm Liv Zekri from Reincarnation Tattoos Germany. I invite you to join us and have fun in the Tattoo Night Budapest, 29th of December. Just come over. Enjoy. Annyira szerves része a zene a hétköznapjaimnak. Zenét hallgatok, mikor megyek dolgozni. Bent a stúdióban nagyon fontos, hogy milyen zene szól. Behúzunk 8-10 lemezt egy napra, és azt szépen így kevergetve meghallgatjuk. Legyen benne lötyi-pötyi, legyen benne zúzás, legyen benne egy kis progresszív dolog. Tehát az, hogy mondjuk lemegy két Slayer lemez egymás után, az biztos, hogy kinyírná az agyamat. Valószínű, hogy inspirálódok a zene által, csak ez már annyira beépült az életembe, hogy nem érzem, teszem azt úgy, mint amikor átlapozok egy művészeti albumot, és ott tényleg érzed, hogy vah, ezek a megoldások, meg egyszerűen ezek a dolgok annyira hatnak rá, hogy a következő munkáidban már részt veszed. Alapvetőleg rock orientált vagyok, bátyámtól jött Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd kikerülhetetlen az életembe, gyerekkorom óta hallgatok Pink Floydot. Motorhead feltétlen egy óriási élmény volt, ebben az időszakban hallgattam Destruction-t, Venomot, mindenfélét. Utána jött egy Queenstrike-nek nevű zenekar, ami annyira más volt, amit csináltak a srácok. Erősen kimozgatott engem a progresszív rock irányába. Akkor hallgattam az első Metallica lemezt, amikor kijött. Mondhatom azt, hogy a rock and rollban nőttem fel, és hogy át is éltem ezeket a dolgokat. Annyi zenét hallgattam, hogy sok minden nem jutott el hozzám, ami mostanában jut el hozzám, teszem azt Pantera, és óriási élmény. Egy két éve hallgatok Deftones-t, és hibátlan zene. Egy időre elkanyarodtam elektronikus zene irányába, 6-7 évig nem igazán hallgattam rockzenét, minden mást hallgattam. Ez addig tartott, amíg be nem mentem egy lemezboltba, és véletlenszerűen be nem tettem egy túllemezt. Hoppá, hát ez metál, úgyhogy ez nem nagyon... És rajta maradtam egy kicsit, hallgattam, és de hát ez jó, de hát ez nagyon jó. Wow, ez óriási, visszarángatott teljesen a rockhoz, a metalhoz. Azt hiszem 6-szor voltam túl koncerten. 2000-ben láttam a Madison Square Gardenben a Lateralus bemutatót. Hát az egy hibátlan koncert volt. Azokat a koncerteket szeretem, amikor a zenekar képes visszaadni azt, amit hallottál tőlük. De hát csalódtunk már azért koncertekben. Voltam már olyan Mötley Crüe koncerten, ahol nem ismertem fel a számokat. Egy pénteki bulira készülöttünk, mikor átjött Tyutyu barátom, kitalált egy ilyen ötletet, hogy miért nem csinálunk egy tetoválók éjszakáját, hisz van múzeumok éjszakája, és többféle ilyen megmozdulás van. Valahogy bekúszott ez a gondolat a fejembe, egyre erősebb lett. Volt időm, amikor nem tudtam tetoválni egy kisebb baleset miatt, és akkor máshová kellett összpontosítanom az energiákat. Ez egy tök működőképes dolog, egy olyan ötlet, ami eddig még nem volt. Azt láttam, hogy mindenki nyitott az ötletre. Jött a gondolat, hogy támasszuk meg ezt zenével, hisz azért ez a műfaj, a tetoválás, az kéz a kézben jár a zenével, és elkezdődött a részletek összepakolása. Valami olyasmit szeretnék csinálni, amit nem csináltam. Nem csináltam például még Ozzy portrét, ez volt az első gondolat, hogy valami teljesen más új értelmezésben egy Ozzy Osbourne portrét. Aztán lehet, hogy teszem azt, egy ilyen képet fogok csinálni. Tetoválók úgy ünnepeljék meg azt, amit szeretnek csinálni, magát a tetoválást, hogy ajándékba adnak olyan tetoválást, amit ők szeretnének csinálni. Ilyen kezdeményezés még nem volt sehol a világon.